Dübörögtek a lóerők mádon, most azonban a szószoros értelemben vett lóerők domináltak, hiszen a fogadhajtó verseny keretében az igazi állati nyerserő mutatkozott meg. Borsodabolcs, Zemplén, Heves, Hajdúbihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ezekről a területekről érkeztek a tapasztalt, vagy éppen még kezdő amatőr fogadhajtók. Az itt elért eredmények az országos versenyrendszer pontszerzésébe számítottak bele. A kategória azt jelenti, hogy van a D kategória először, az egy amatőr kezdőfogat. A C kategória pedig már egyen feljebb, van, már fogadhajtó rajtengedély vizsgát kell tennie, és ezen belül 20 akadályt kell meghajtani, amiben van okszer, összetett, és többféle lehet vizes akadály, rudas akadály, többféle akadály lehet, amit a bírók minden versenyen másképp és másképp állítanak fel. Szóval nincs az egy megadott pálya, hogy ha itt például a Mádon ez a pályán, akkor a jövő héten biztos, hogy nem ez lesz. Januárban kell adni a Magyar Lovasszövetség oldalán, kell feliratkozni, és ők licencet kell fizetni erre ugyanúgy, és amikor a licenc megvan, akkor mi kitaláljuk, hogy például ez a dátum lenne jó, és ha ők ezt jóvá hagyják, akkor lehet itt ez a verseny. De van, amikor például szeptember 5-én lett volna nálunk most ez a fogadhajtó verseny, de most lesz az Európa-bajnokság Budapesten, és ez, emiatt ezt ide át kellett tenni. A versenyen szintidő alatt lehetőleg hiba nélkül kellett a fogadhajtóknak teljesíteniük a pályát. Nagyon sokszor, nagyon sok versenyre járunk, itt Viktorékkal nagyon jó kapcsolatban vagyunk, ezért is szoktunk jönni mindig hozzájuk. Nagyon jó lovasbarátok vagyunk, minden évben itt szoktunk lenni. Én gyerekkoromtól benne vagyok ebbe, mind a két oldalról nagyszüleim is lovat tartottak, aztán én is követem ezt. Szerencse, sok rutin, és a lovakban is sok rutin kell. Nem mindig csak az embernek kell jól felkelni, a lónak is jól kell felkelni azon a nap, amikor az ember versenyzik. Könnyű azt mondani, hogy elmegyek autóval és versenyzek, azt csak fogom, leállítom, de itt ugye a két lovat irányítani kell. Mind a két lónak külön érzése van, ugye a ló amúgy is egy menekülő állat. Bármitől megriad, elszaladhat. A szervezők arra is lehetőséget teremtettek, hogy aki inkább az állatok iránt érdeklődik, az is test közelben csodálhassa meg erejüket és szépségüket.